Zaluzsny ukrán részről, Gerasimov orosz részről, tehát a vezérkari főnökök már közvetlen kapcsolatban állnak egymással, arról tárgyalnak, hogy hogyan lehetne, akár Zelenszkij elnököt megkerülve is ezt a háborút lezárni, vagy legalábbis egy tűzszünethez eljutni. Ez mennyire lehet reális? Ezt elképzelhetően tartom, hiszen a fogolycserék miatt létezik csatorna, kommunikációs csatorna az ukrán és az orosz vezetés között. Ezen nem csak a fogolycserékről vonatkozó információk cserélhetnek gazdát, hanem konkrétan más tárgyásokra is felhasználható. Általában Seymour Hersh-nek az írását érdemes figyelemmel kísérni, azonban ebben az esetben szerintem becsúszott egy hiba a rendszerbe, ugyanis arról ír, hogyha Oroszország, vagy Oroszország által felajánlotta, vagy ez a megbeszélésnek a témája, hogy Oroszország lemond arról, hogy akadályozza Ukrajna NATO-tagságát, cserébe a jelenleg a kezén lévő, nyilván kisebb, nagyobb módon kiigazított területekért. Én abban látom az alapvető problémát, persze nem látom bele az orosz vezetésnek alapjaiba, de abban látom az alapvető problémát, hogy Oroszország ezt a háborút azért indította meg, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tag. Tehát onnantól kezdve, hogy nyer mondjuk 200-250, de akár 400 kilométert, azzal a probléma nem oldódott meg orosz részről. Tehát én azt hiszem, hogy vagy azt tartom valószínűleg, hogy az alapvető tárgyalás az valamilyen szinten lehet mind a két fél részre egy figyelemelterelés. Hallottam a szakértőtől olyan véleményt, amelyben arról szólt, hogy az ukránok egy újabb meglepetése készülhetnek. Ugye ne felejtsük el, hogy nemrégiben ukrán szabotázs érte a Bajkál-Amur vasútvonal mind a két szakaszát, aminek köszönhetően megszakadt a kapcsolat az orosz távol-kelet és az Oroszország többi része között, ami azt jelenti, hogy se Észak-Koreából, se Kínából vasúton nem érkezhet semmi. Tehát itt azért vannak olyan lépések, amik okozhatnak felbojdulást, de úgy gondolom, hogy jelenleg ezek a tárgyalások legfeljebb tapogatózás fázisában lehetnek. Lehet azt mondani egyébként, hogy a frontvonalak befagytak most nem csak az időjárási értelemben, hanem katonai értelemben is? Igen, abszolút mértékben úgy tűnik, hogy az a fajta erőviszony, amely eddig az ukránok javára kedvezett, ez a konfliktusnak, vagy a nyári offenzívának köszönhetően, vagy a nyári offenzíva veszteségének köszönhetően egy kiegyenlítetté vált, és egy kiegyenlített erőviszonyok mellett nagyon nehéz támadni. Ráadásul akárki akármit mond, a támadás miatt az ukrán veszteségek szinte biztos, hogy nagyobbak, mint az oroszok, sőt nem is kicsivel, hanem alkalmattán 2-3-szor is lehetnek az orosz veszteségeknek. Tehát innentől kezdve az alapvető gondot az azt jelenti a konfliktus szempontjából, hogy azokat a mondjuk így célokat, amelyeket mind a két fél kitűzött, azt nem fogja tudni ebben az állapotában elérni. Úgyhogy ha úgy vizsgáljuk az állapotot, a fronton beállt helyzetet, hogy az hogy néz ki hosszabb távon, akkor egyértelműen kijelenthető az, hogy jelenleg egy befagyott fázis látunk, ami viszont nem tart sokáig, vagy nem tart örökké egész pontosan. Van egy ilyen nézői kérdésünk, ez a felvetésünk, hogy orosz részről, ameddig a háború tart, addig garantált az, hogy nincsen NATO terjeszkedés. Ez mennyire meghatározó szempont lehet Putyin elnök számára? Én azért mondtam azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban is, igen, bocsánat, Seymour Hersh-nek volt egy ilyen javaslata, hogy a NATO tag lenne Ukrajna, de nem telepítenének oda NATO csapatokat. Na most onnantól, hogy Ukrajna akármekkora része NATO tag, ez a fajta megállapodás, ez bármikor felrúgható, és utána Oroszország már nem támadhatja meg a NATO-t, anélkül, hogy egy atomháborút ne kockáztatna. Tehát ha Ukrajna belép, akármekkora területe Ukrajnának belép a NATO-ba, azzal a megállapodással nem lesznek ott külföldi csapatok, vagy hirtelen lesznek ott külföldi csapatok, akkor az orosz vezetés tehetetlen. Ezt viszont szerintem nem fogják fölvállalni. Tehát gyakorlatilag az alapvető helyzet, az alapvető várható lefolyás az eseményeknek az, hogy amíg az a fél, amelyiknek nagyobb eszköztár van a kezébe, és ebben az esetben az oroszról beszélünk, nem ér el a célt, nem lesz jelentős változás. Igen, tehát a NATO-nak a belépése ebbe a konfliktusba az automatikusan konfliktus jelenten Oroszország és Ukrajna között. Orosz részről azért húzzák az időt, és szemlátomást húzzák az időt, mert a feltételek neki kedveznek. Az Zelenszkij elnök politikai álláspontja, amit ez sokáig nagymértékben osztott a nyugat is, az, hogy egy négyzetcentiméteren területet sem hajlandó átengedni Ukrajnának, és innentől kezdve viszont ez azt jelenti, hogy fontosan támadniuk kell. Támadni a siker reményében csak erőfölénybe lehet. És ez az, ami egyre kevésbé adatik meg Ukrajnának.
Tehát még előfordulhat, hogy be tudnak vonultatni néhány tízzer vagy százezer embert, amivel helyi erőfölényt létre tudnak hozni, de katonai eszközben nem nagyon fognak tudni erőfölényt létrehozni, már mert egész egyszerűen nem kapnak. Tehát én tisztelem az ukrán nép kitartását, tisztelem az ukrán népnek az erejét, mert azokon, amiken Ukrajna keresztül ment az elmúlt másfél évbe, azt szerintem egyetlen egy európai ország sem bírta volna ki. Ettől függetlenül szerintem már rég túl vagyunk azon a ponton, ameddig érdemes volt folytatni ezt a harcot, persze kívülről okosnak lenni nagyon könnyű. Ugyanis abból, hogy a nyugatról elkezdett csökkenni az átadott fegyverzetnek a mennyisége, elkezdett csökkenni ezeknek a gyakorisága, egyértelművé vált, hogy már nincs mit adni. És egy háborúhoz két dolog kell, ember és fegyver. Most ember és elszántság még van, viszont fegyver egyre kevésbé lesz. Ezzel lehet vitatkozni, de a tények magas számok, mondta erre Sztálin, és ha megnézzük azokat a csomagokat, amiket az Egyesült Államok és Európa össze tudott készíteni Ukrajnának, abból egyértelműen látszik, hogy ez nem túl magas szám. Tehát orosz részről húzzák az időt, hagyják, hogy Ukrajna fáradjon, és utána pedig előállt az a helyzet, hogy ők fogják megmondani, hogy mi fog történni, és ez egyre inkább valószínű sajnos. Egy másik nézői kérdés Zsoltól kaptuk. Miért nem veti be Putyin a top Szuhoj gépeket? Igen. Ez a kérdés. Igen, a Su-50-esekre gondolva valószínűleg az orosz 5. generációs vadászgépre a kérdező. Ezekből ugyanúgy, mint a T-14-es armatákból nem készült elég. Tehát egész egyszerűen ezekből is, úgy emlékszem, a 20 darab, 30 darab készült el összesen. Ugye néhány darabot bevetettek Szíriából, majd gyorsan haza is repülték őket. Szerintem Ukrajnába is. Gyakorlatilag ahhoz, hogy érdemleges harci cselekményben részt tudjon venni, tehát konkrétan értelmezhető hatósugara maradjon a repülőgépnek, ahhoz közel kell vinni a fronthoz, ami viszont lényegében az ukrán tüzérségnek, a HIMARS-eknek és az ATACMS-nek rakétáknak a lőtávolságon belül kell legyen, ami meg óriási blamás lenne, szétülnek egy ilyet. Tehát igazából a repülőgépnek a jellege sem indokolja azt, hogy bevessék őket, ugyanis ezek a lopakodó gépek alapvetően vadászbombázó feladatok, de inkább a kialakításnak köszönhetően jellemzően légiharcban használják őket, hogy ukrán légierő gyakorlatilag minimális mértékben van, tehát előnyük nem lenne. Viszont a légivédelem azért ezek nem teljesen láthatatlanak, ezek a gépek, azért tudja őket érzékelni, és ilyennek az elvesztése nagyon súlyos veszteség lenne Oroszország szempontjából, elsősorban presztízs okokból nem is annyira költség, amit beleöltek, bár se kicsi. Tehát az ilyen típusú kísérleti fegyverekkel nagyon óvatosan szoktak bánni. Most is ezt látjuk. Egyébként nem lennék meglepve, ha egy-egy éjszakai támadás nem ezek a repülőgépek hajtottak volna végre, valahonnan messze Oroszországból felszállva, és mondjuk alkalomattán azoknak az ukrán, a régebbi szovjet típusú radaroknak a kiiktatására használták volna őket, amelyek nehezebben érzékelik őket szemben a modern nyugati társaikkal, de ez is csak egy feltételezés. Visszatérve még Zelenszkij elnökhöz, mennyire van esélye annak, hogy őt valamilyen módon akár belül, akár ilyen közvetett külső támogatással, de elmozdítsák a helyéről? Én erre a kérdésre néhány héttel ezelőtt azt mondtam volna, hogy semennyi, vagy minimális. Ahogy látom az eseményeket, úgy nő ennek az esélye fokozatosan. Zelenszkij elnök szerintem sok szempontból azonosult azzal a szereppel, amit eljátszott. Tehát a háború elején, vagy inkább nem is a háború elején, inkább az elnöki ciklusának az elején szerintem ő komolyan gondolta, hogy megegyezésre törekszik Oroszországgal, ezzel a szlogennel is választották meg, aztán rádöbbent arra, hogy azért annyira nem könnyű ez a feladat, és annyira nem nagy a mozgástere sem. Úgyhogy innentől kezdve egyre inkább készült erre a háborúra, és szerintem erre a háború szerepre, ami most már ő. Tehát nem egy színész látunk, sokan az a vádják, hogy színészkedik, nem. Ő egyre inkább komolyan gondolja ezeket a dolgokat, és az a probléma, hogy miután komolyan gondolja, ebben nem fog tudni könnyen kijönni. Tehát amíg azt a fajta bizonyos szempontból következetes politikát képviselte, hogy egy centit sem adunk át az ukrán területekből, addig a nyugat maximálisan támogatta, de most a nyugati támogatás, a nyugati szempontok kezdenek megváltozni, így Zelenszkijnek a merev ragaszkodása ez a koncepció, ez egyre inkább akadály, mint amennyire támogatás. Az, hogy ráadásul azokat a ki nem kényszerített belpolitikai hibákat elkövette, mint Poroshenkónak a ki nem engedése, vagy a Klitschkóval való folyamatos küzdelme, ez már az egyébként maximálisan ukrán pártiakat is zavarja, hiszen sokkal egyszerűbb valakit egy belpolitikai játszmában eltávolítani, mint mondjuk katonailag legyőzni. Tehát az, hogy ez ki, amely már a ukrán belpolitikát is felkavarja, az amúgy egyébként meglehetősen stabil
vagy stabilá kényszerített ukrán belpolitikát felkavarja, az azért tovább növeli azoknak a forgatókönyveknek a számát, amiben nem ő fejezi be a háborút. Hogy ezek erőszakos forgatókönyvek lesznek, vagy civilizáltak, vagy puhábbak, ezt lehetetlenség megmondani, azt kell mondani, hogy mindegyik benne van a pakliba, és különösen az a része veszélyes Zelenszkij számára, amiben a maximális elismertségnek örvendő Zaluzsnyijjal megy szembe, aki egyértelműen katonai vezető, és soha sem tett arra utaló nyilatkozatokat, hogy politikába bele akarná ártani magát, mégis a katonai szempontok szem előtt tartása, vagy első előtérbe helyezése miatt nagyon komoly politikai nyomás alatt van. Egyébként Poroshenkónak a szerepe az valamilyen szempontból veszélyeztette volna Zelenszkijt? Ugye Magyarországon is tárgyalt volna, ez nem teljesen világos, hogy itt ki és milyen kapcsolatot próbált létrehozni. Én nem tartom kizártnak, hogy igazam az Zelenszkijnek és az Zelenszkij-féle vezetésnek abban, hogy az orosz média maximálisan kihasználta volna ezt a tényt. A kérdés az, hogy miért kellett volna ennek nyilvánosságra kerülnie. Tehát egyértelműen nem automatikus, hogy egy adott ország ellenzékének vagy politikai elitjének a vezetője országnak valamelyik politikai pártjának a tagjával vagy vezetőjével, az nyilvánosságot kap, ez nem automatikus. Tehát ha ez sikerült volna titokban lebonyolítani, ha az Zelenszkijék nem hozzák nyilvánosságot és nem avatkoznak ilyen durván bele a folyamatokba, akkor ebből szép csendben lehetett volna egy újabb orosz pletyka, amit vagy elhisznek az emberek, vagy nem. Ugye azért lássuk, hogy az orosz propagandának vannak jó húzásai, meg vannak nevetséges húzásai. És ha elkezdik volna azt terjeszteni, hogy titokban Poroshenko a háttérben Orbán Viktorral tárgyal, akkor ezt nyugodtan be lehetett volna tudni egy orosz maszkirovkának, egy orosz megtévesztésnek, amivel próbálják kompromitálni az ukrán vezetést, és alkalomattán bizonyítékok hiába öngólt is lőhettek volna vele. Ezzel Zelenszkij gyakorlatilag saját magának lőtt egy hatalmas öngólt.